A Nagykunsági Népművészek Egyesületének szervezésében a Györffy István Nagykun Múzeumban még márciusban elkészült a kunkaputárlat, amelynek a kihirdetett veszélyhelyzet miatt nem volt megnyitója. Most, hogy újra nyitott a múzeum, a tárlat látogatható, tudtuk meg dr. Nagy Molnár Miklós igazgatótól. A kiállításon bemutatják a tavaly kiadott Kunkapu könyv fénykép anyagát, illetve a karcagi és környékbeli fafaragók által készített kapumaketteket. Ez a kiállítás valóban pontosan akkor készült el, amikor beindult a pandémia helyzet, és ezáltal a múzeumok is, meg minden ilyen intézmény, közintézmény kénytelen volt bezárni. Ekkor már elrendelték, hogy 50-nél nagyobb társaság, illetve 25 főnél nagyobb társaság zárt térben nem lehet jelen. Épp ezért nem tudtuk megnyitni a kiállításunkat, tehát alvó kiállítás volt ez alatt a vírus alatt, tehát a járványveszély alatt, és amikor újra nyithattunk, akkor természetszerű volt, hiszen azt nem látta senki, hogy folytassuk a kiállításunkat. Tulajdonképpen ez a járvány természetesen ez minket is átütemezésre késztetett, a kiállítót is átütemezésre késztette, újra kellett mindent szervezni, tervezni, és hát úgy volt, hogy már egy más kiállításunk van ebben az időszakban, de hát addig, amíg ez a kiállítás át nem kerül más helyre, más városba, addig ez a kiállításunk itt maradhat. Ez ugye a Kunkapu kiállítása, tavalyi emlékműavatás után elkészült a könyv is, és annak a könyvből, könyv alapján elkészült ez a kiállítás, amely itt most augusztus 31-ig látogatható. Tehát úgy, mint eddig, vasárnap és hétfő kivételével minden nap 10-től 17 óráig folyamatosan látogatható. A Nagykun települések közül elsősorban Karcagon terjedt el az 1860-as években a kunkapu készítés. A Nagykun faragás az 1960-as évektől újabb fellendült több jeles mesterrel. A Nagykunsági Népművészek Egyesületének faragói kunsági településeken is készítettek kunkapukat már. Tavaly a faragó táborban készült kunkaput a karcagi református emlékkertben állították fel. Erről is látható fotó a kiállításon, valamint faragott kapu oszlopok. Kapu minták, vercsipke, mézes kalács és fazekas munkákhoz is adtak ihletet, ezek is láthatóak augusztus végéig nyitva tartó kiállításon. Azt is megtudtuk, hogy vasárnap a hétfő kivételével a Jókai úti Nagykunsági Tájház és az Erker Ferenc úti megszépült Kántor Sándor fazekas ház is látogatható. Két tájházunk, a Nagykunsági Tájház a Jókai utcában és az Erker Ferenc utcai fazekas ház, Kántor Sándor fazekas ház tulajdonképpen a járványnak köszönhetően megújulhatott, tehát nagy takarítást folytattunk benne, meszeltek a kollégák, és most, amíg az időjárás engedi, hiszen nincs benne fűtés, mind a két tájház látogatható egészen szeptember végéig, úgy, mint korábban, tehát az is vasárnap és hétfő kivételével a fazekas ház 10-től 16 óráig, a Nagykunsági Tájház 10-től 14 óráig látogatható. Tehát tulajdonképpen megtekinthető ugyanúgy minden, ami korábban, tehát a kiállítások ki lettek takarítva. Kicsit ugyan múzeum ez alatt a járvány és a karantén időszakban kicsit úgy bezárkózott és maga körül csinált rendet. Bent a múzeumban is a raktárunkat rendeztük. Tehát tulajdonképpen ez erre jó volt, hogy megálltunk egy picit, és viszonylag új, tehát tiszta külsővel tudtuk megnyitni a házakat. Tehát látogatóink azóta is jönnek, többen jelentkeztek be, hál' Istennek híre ment, meghíreltük ugye a honlapunktól kezdve, különböző sajtótermékeken keresztül. A szélmalom az ott folyó munkák miatt azonban egyelőre csak kívülről látható.